Több rendőrt, kevesebb kést. Ez a felirat olvasható a két londoni férfi pólóján. A Ragatwins a késes támadások felszámolásáért küzdő kampányban vesznek részt. A brit fővárosban július végéig 84 embert öltek meg késsel, tavaly összesen 132-t. A kampány részben arra kéri az embereket, hogy a szúró eszközöket dobják ki. Azt akarjuk, hogy a kések tűnjenek el az utcákról. Minél több ember figyelmét fel akarjuk hívni, hogy a maguknál hordott kések milyen veszélyesek, magyarázta az egyik aktivista. Angliában és Walesben 2018-ban rekordszámú 43 ezer késes támadást jelentettek, de a támadások az egész Egyesült Királyságban aggasztó mértéket öltöttek. A politika és a rendőrség egyelőre tehetetlennek tűnik, miközben a családok és az áldozatok a támadások hatásával küzdenek. Rhys Bambusz 18 éves volt, amikor Dél-Londonban megkéselték. Az elkövetők a banda elől bujkáló bátyját keresték. Rhys a támadás után hosszú ideig nem merte elhagyni a lakását. A bátyám egy banda tagja volt, ezért kaptak el. Éppen vásárolni indultam, mint normálisan máskor is, amikor a sarkon körbevettek, három fickó támadt rám. Sikerült elszaladnom, de utánam futottak, és a bal lábamba kést szúrtak. Mondta. For this report, I've been speaking to social workers and activists who work with victims and perpetrators of knife crime day in, day out. And they all told me that there is no one reason for the rise in London and across the UK. They say that it can be linked to many things. Social inequality, a lack of access to mental health care facilities, a lack of police on the streets, or also a lack of positive role models for young men and young women. Rhys szerint a társak támogatása fontosabb, mint a rendőri közbeavatkozás. Úgy véli, ha valaki gyenge jellem, könnyen befolyásolható, és az nem jó. Ő nem ilyen, ezt a példát mutatja. London Chingford Mount kerületében közben tovább gyűjtik a hegyes késeket az aktivisták. Ez ugyan egy kis lépés, de remélik, hozzájárul az utcák biztonságosabb átételéhez. Yeah, don't be a knife man. Have ambition. Don't be a gun man. Have ambition. Don't be a knife man. Listen to Iman Rakazan, the flinty bad man. Yeah.